2009. december 4-én immár egy újabb taggal bővült a Primissimák száma, mely egyrésztről szakmai elismerés, hiszen szakmai szervezetek, szakemberek jelölik az arra érdemeseket, és egy hozzáértő testület dönt a primák megválasztásáról. Másrésztről, ha úgy tetszik, közönségdíj is, mivel a közönség Primissimája a beérkezett több mint 100 000 szavazat alapján nyeri el a díjat. A Nemzeti Táncszínház megkapta ugyan a Magyar Népművészet és Közművelődés kategória legjobbjának járó elismerést, ám örömüket szerették volna megosztani mindazokkal az emberekkel, akiknek részük volt ebben a folyamatban. A köszönet, mely egy rendezvény formájában nyilvánul meg, precedens értékű a későbbiekben, nem csak kapni, hanem adni is jó. Nem minden esetben az anyagiakról beszélünk, kiki a saját eszközeivel is ki tudja fejezni érzelmeit, mely ebben az esetben a tánc fantasztikus nyelve, mely képes a varázslatra. A VOSZ alapítói, vezetői, megyei elnökök, a táncművészet nagyjai, barátok és a média képviselői rövid beszélgetés után foglalták el helyeiket a színházteremben, ahol ízelítőt kaphattunk mindabból a csodából, mely a Primissima jelzőt méltán érdemelte ki. A mai találkozót azért szerveztük meg, mert szeretnénk örömet szerezni azoknak, akiktől a díjat kaptuk. Az igazgatóasszony köszöntője után a Magyar Állami Népi Együttes Pannon Freskó és Naplegenda című produkcióját láthattuk, melynek művészeti vezetője Mihály Gábor. Népünk emlékezete számon tartja, hogy keletről jöttünk, mint a nap. Mi urunk, aki eloszlatod a sötétséget, és megvilágítod az ember arcát. Te vagy a távoli egek határán kibomló fény. Te vagy a föld peremén a bogó égi mágia. Ha csak reát pillantunk, halandó szívünk belereszked. Ezután a Magyar Fesztivál Balett produkciója következett Markó Iván egyedi és utánozhatatlan stílusában, művészeti vezetésével.
Mivel a Nemzeti Táncszínház befogadó intézmény, így az igazgatóasszonynak nem volt könnyű dolga, amikor név szerint bemutatta az együttesek vezetőit. Szeretném bemutatni Oda Gábort, az Artus Együttes művészeti vezetőjét, a Honvéd Művész Együttes művészeti vezetőjét, Zsurászki Zoltán, és táncszar vezetőjét, Vincent Zsurászki. Markó Ivánt, a Magyar Fesztivál Balett igazgatóját nem kell bemutatnom. Kereházi Gábor, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója. Mihály Gáborral találkoztak, az Állami Népjegyüttes Művészetőjét. Juhán Zsolt, a Duna Művész Együttes vezetője. Román Sándor, az Esperidens Tánc Együttes vezetője. És Vóna Tibor, az igazgató. Magyar Mozdulat Művészeti Társaság, Páros István művészeti vezető, Kenyves Márk az igazgató, képzőművész egyébként, Vince Balázs a Pécsi Balettnak a művészeti vezetője, Pécsi Balett most lesz 50 éves, Velekei László művészeti munkatárs, a Győri Balettet képviseli, mert a Győri Balett jelen pillanatban New Yorkban vendégszerepel. Földi Béla, a Budapest Tánc Együttes művészeti vezetője. Táncszínház, nem Tánc Együttes, ez a Freud, én táncoltam valamikor a Budapest Tánc Együttesbe. Bombic Barbara, a Győri Művészeti Szakközépiskolának az igazgatója. Juranics Tamás, a Szegedi Kortárs Balett művészeti igazgatója. Hozzánk, de közben a művészet, a Szegedi Nemzeti Színháznak is a művészeti igazgatója. Kataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója, ő is táncművész volt. Dr. Zorándi Mária, a Táncművészeti Egyetemnek a rektora. Sárközi Gyula, a Madács Musical Tánciskola művészeti vezetője, igazgatója, és a KFK-i Balettnak is a művészeti vezetője. És a Madács Színház Tánc. Horváth Beatrice, ő a Magyar Balett Színház művészeti menedzsere, Egerházi Attila, a művészeti vezető, most külföldön tartózkodik. Novák Ferenc, mindenki katája, a Nemzeti Táncszínház művészeti tanácstagja. Remek ételek, italok és hangulatos zene volt a kiegészítője mindannak a szíves látásnak, melytől méltán világhírű a Nemzeti Táncszínház intézménye.